Tisztelettel köszöntöm a mai képviselőtestület ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület tagjai teljes létszámmal jelen vannak, az ülés határozatképes, így az ülést megnyitom. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja a képviselőtestület. Olyan módosítást javasolnék a napirendi pontokban, hogy a 6-os pont az egyéb ügyek indítványokat tárgyaljuk az 5-ös pontban, és az 5-ös pontot a szociális tűzifa támogatást pedig a 6-osban, az egyéb ügyek indítványok után, ugyanis itt ezt zárt ülés keretében kell tárgyalnunk. Van-e valakinek más javaslata? Nincs. Elfogadjátok, aki elfogadja, kérem, képfelmutással jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Első napirendi pontunk Hónosbér község önkormányzat képviselőtestületének 2015 évi munkaterve. Az anyagot mindenki megkapta. Az előterjesztést, mint tudjátok, minden évben egy évre előre meghatározza az önkormányzat a képviselőtestület éves munkatervét. Ez a kötelezően megtárgyalandó feladatokat és egyéb olyan beszámolókat, amiket minden évben meg szoktunk tárgyalni, azt tartalmazza, mert amit kötelező az önkormányzatnak minden évben megtárgyalnia. Itt szinte azt lehet mondani, hogy 12 munkatár van, ugye minden hónapra jut egy testületülés. Most már egy kicsit kevesebb a megtárgyalandó téma, mert ugye a koncepciót az önkormányzatnak nem kell elfogadnia, de azért ugye látjátok, februárban két fordulóban próbáljuk a költségvetést tárgyalni, első fordulóban ugye amikor tárgyalunk róla, és akkor a második fordulóban pedig február 20-ai napjánban, amikor már konkrétan a költségvetés tényszámait fogadjuk el. És akkor ugye van a fő napirendi pontok az árszámadás, és ugye amik elmaradnak most már a beszámolóknak a megtárgyalása, a költségvetési beszámolóknak a megtárgyalása, ami az elmúlt években, sőt, amióta önkormányzatban kellett tárgyalni a beszámolókat. Most csak majd a következő évben ismét az árszámadást kell tárgyalni. Közben azért a előrehozott módosításokat idehozzuk a fél évente, három évente a testület elé, abból azért csak fognak látszódani a teljesítések időarányosan. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek még kiegészíteni valója? Igen, még azért én azt szeretném elmondani, hogy mivel jól a többség új tag, hogy napra lebontjuk az érasztot, hogy 20-a, 25-e, és ez azt jelenti, hogy erre a napra azért számítsatok, de lehet, hogy mégse ezen a napon fog megtörténni, mert sajnos itt sok függ attól, akár most kezdhetnénk az árszámadásnál is, hogy majd a kincstár meg a jogszabályok mikorra is határozzák meg, mert ebben is van ettől az évtől módosítás, és ilyen esetekben, illetve a költségvetés módosításánál függünk a központi szervektől, hogy mikorra kérik. És hogyha ezt az ülést előtt egy héttel meg kell tartani, akkor meg kell tartani amiatt, illetve hogyha olyan miatt kell ülést tartani, hogy ami időközben jön feladat, vagy egy pályázatra talán, akkor ez még ezzel bővül, vagy ha nem tudunk valami miatt elkészülni, akkor sajnos olyan is fordul elő a hivatali munkából is, akkor utána tartjuk egy héttel. Tehát vagy előtte, vagy utána, vagy ezen a napon, tehát valamikor úgy szerintünk, és ez ezek nagyrészt a hó utolsó hetére vannak téve. Igen, és a szerdai napokon, tehát amúgy azt szeretnénk, hogyha a szerdai napokon, és sokszor lehet, hogy azért is visszük el akkor a következő hétre, hogy mégis szerdai napon legyen. Hát igen, mert a hétfő kedden úgy is foglalt számunkra is, mert megszokott, hogy a hétfőn délapácskolva a kedden a Büxenmáton. És akkor lehet, hogy már csütörtökön meg tudnánk tárgyalni, mert kész van az anyag, amikor kedden nem tudtuk, de akkor ahhoz tartjuk magunkat, hogy szerdán, ha még a határidőbe belefér, és akkor a következő hét szerdán. Természetesen ez eddig is így volt, hogy átértünk, akkor előre telefonon mindenkivel egyeztetek, és akkor időpontokat a munka elfoglaltságnak megfelelően, hogy mindenkinek jó legyen. Akár az órában, vagy akár a napban is, ha nem szerda is, de akkor előre megbeszéljük konkrétan, hogy kinek hogyan jó, tehát összehangoljuk, és akkor annak megfelelően kérünk el a napi rendi pont, vagy az időpontoktól. Ez volt az elmúlt ciklusokban is, meg az előtt is így, de... Ezzel kapcsolatban van egy... Hát én nekem egy javaslatom, hogy...
február hónapról az első gyűlésen, tudom, hogy van annak akadálya, hogy egy rendezvény kellett, rendezvény naptárra írnak, és akkor nem tárgyalnánk a... Én már ezekre készültem a mai ülésre. Akkor? Mert az egyébként elmondom. Akkor. Ugyanis már február 25-e ülésre tárgyaljuk, a 11-ei, nem, a 11-ei, igen, de az már annyira késő van egy farsankhoz, hogy azt már nem lehet akkor megrendezni. Értem, csak hogy akkor arról is lenne majd. Egyebekben vagy, igen. Ezzel kapcsolatban van-e más javaslat esetleg, amit nincs? Elfogadjuk, akkor aki elfogadja, kérlek készülünkkel se jelezze. Köszönöm, megállapodom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Második napirendi pontunk az önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási helyi szabályairól rendeletünk megtárgyalása. A rendelet tervezetet azt mindenki megkapta. De azt tudjátok, hogy nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz az, ami, akik még nincsenek bekötve a szennyvízrendszerbe, és úgynevezett szennyvíz szippantóval viszik el a szennyvizet. Most az önkormányzatnak az új törvény alapján gondoskodni kell arról, hogy a településen található szennyvíz bekötés nélküli ingatlanokról is a nem közművel gyűjtött szennyvizet elszállításra kerüljön, és ezzel kapcsolatban önkormányzati rendeletben kell megállapítani, hogy ki lesz az a szolgáltató, aki a településről ezt a szolgáltatást elvégezheti. Ezzel kapcsolatban a két árajánlatot is mellé kezdtünk, nem tudom, hogy akarod egy kiegészíteni, de végül is a számoltatok a kettő, az azért hát számoltátok, akkor az egyik árajánlat az a Kós Jánosé, ő 2000 forint 540 az áfa, az 2540 forint köbmétere, ugye, ő egy ostorosi vállalkozó, ő korábban is szokott a településünkről szennyvizet szállítani, szippantás formájában. A másik az ERV, aki adta az ajánlatát, ugye ő kétféle ajánlatot adott, ha minimálisan 20 köbméter kommunális szennyvízszállítás megrendelése esetén, akkor a mónusbérből 12.000 forint alkalom, és ugye még az ülítési díja, az ugye még pluszban van hozzá, én is így olvastam, 1018 köbméter az ülítés díja. Tehát ahány köbméter tervíz, az azt jelenti, hogy 11.000, 12.800 forint. Illetve 11.760 forint alkalom, és ahány köbméter tervíz, annyiszor 1.018 forint. Tehát az most 5 köbmétert, akkor 5.000 forint, és ez a 12.000 forinthoz hozzáadódik. Az 17.000 forint, amennyiben minimum korlát nélkül, hát az meg már ott az Morozsból az aktuálisában brutális, az már 35.000 forint, mert alkalom, meg még ugye köbméterként a begyűjtés, vagy az ürítés díja, hát az... Most ennél a kós féle árajánlatnál ott az ürítés díját, azt ő... Ez így van. Tehát ez benne van a ürítés díja. Nem mondja, hogy külön, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ennyire szállítja el. Igen. Hát... Őt is ismerjük biztos, nem tudom, ki találkozott már vele, én ismerem, én önkormányzat területén is találkoztam vele, mert volt egy megdugulásunk egy jó pár évvel ezelőtt itt a rendszerben, és akkor azt is ő csinálta meg. Hát egyébként Erzsikének a testvérének a férje, Csegezini Erzsikének a testvérének a férje. Ligetfalvi Arankának a férje, így is igen, Arankának a férje. Igen, ő családi vállalkozásokat csinál, igen, a fiúk is már ezt csinálják, két fia van, és még ami nem elvetendő, hogy kis autója is van, tehát az a kisebb szippantós autó, ami itt a nálunk, és azért már nem nagyon van már, itt én nem nagyon látom, hogy kellene szippantó, mert igen, nem látom a szippantós autó. Hát van még egy-két telek, amelyik nincs bekötve. Hát lehet, hogy olyan a szippantója, vagy a deliktója, hogy nem kell szippantania, ami szomorú, mert ugye ilyen már nem lehetne, mert saját magunkat mérgezzük vele, de a lehetőséget akkor is az önkormányzatnak ugye biztosítani kell, és akkor ezt megfelelően erről tájékoztatni kell a lakosságot, hogy akkor tudják, hogy kivel tudják ezt a szolgáltatást elvégeztetni, hogyha a szükség van rá. Hát az én javaslatom, ez a Kós János. Igen, a Kós János.
Egyébként is mondom, itt a rendszerben itt volt egy nagy dugulás annak idején, pont egy augusztus 20-a ünnepség előtti napon. Ugye, hogy az tökéletes legyen minden, idővel lehessen intézkedni, de jött és megcsinálta, és hát az az igazság, hogy ő kis vállalkozó, ugye családi kétszemélyes vállalkozás, és az árba is mutatkozik. Vagy egy ERV, regionális rendszer, hát nem. Még épp, hogy most egyeztettem velük az ERV-vel, hogy Kazincbarcikában ilyen járnék, és akkor annak... Meg szerintem még nem is kis jármű, hanem szerintem a 20 köbméteret is elviszi egy autóval, akkor nem, 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 5 köbméteres, igen, akkor jó, nem tudom milyen van nekik, mert a dobuláshoz ahhoz a hatalmas nagy autójuk van, azt látom, szokott jönni, hogy itt a lent a falu végén is szokott lenni, és akkor jönnek le, lehet, hogy van kisebb is. De hát akkor én javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelően, és akkor ezzel a Kós Jánossal, vállalkozóval történik a megállapodás, hogy akkor szükség esetén ő végezze telkésről ezt a szolgáltatást. Még egyet szeretnék kérdezni, hogy az ürítés az a Bélapáti telephelyen. Neki szerződést kell kötni egy szennyvíztisztító teleppel, ahol leürít. Ezt azért kérdeztem, mert a tavalyi évben, vagy az elmúlt időszakban előfordult az, hogy nekem jelezték, hogy a Békeút végénél ott a szennyvíz, már oda lehetnék éppen a szennyvízet autóval. Hát ahhoz, hogy ő vállalkozzon, neki rendelkeznie kell megállapodással, szennyvíztisztító teleppel, de nem biztos, hogy a Kós János volt, de ez azt szabálytalan, a természetes, ezt a telepen kell kiüríteni. Jó. Erre majd oda kell neki figyelni. Természetes, tehát neki kell lenni megállapodására egy szennyvíztisztító teleppel, ahol befogadják ezt a szennyvizet. Akkor ezt így elfogadjuk ebben a formában, akkor a Kós Jánossal. Hogy van ott, hogy az a felosatunk? Község önkormányzata és Kós János között. Hát itt időpont is van, hogy meddig összegyűjtött. Határozott arra. Azt elmondható a határozottan is. Igen. És akkor a megállapodásban beleírjuk, hogy bármelyik fél X felmondási határidőben elmondhatja ő is, meg ő is. Mi is. Ezt így átfogadjuk, akkor itt a határozott javaslat. Akkor ki elfogadjuk kérdezt készültessel ezzel. Köszönöm, megállapítom, hogy akkor Mónus Győr község megállapodások Kós János postorosi vállalkozóval a szippantásos szennyvíz szolgáltatás elvégzésére. És a rendelet is, mert az külön. Ja, igen, ja, és akkor kettő, mert ugye erről egy rendeletet is kellett alkotni. A rendelet tervezet itt van, amivel szabályozzuk a szippantásos szennyvíznek a szállítását. Ezt is elolvasták, tehát akkor ezt a rendeletünket is ennek megfelelően elfogadjuk. Ki akkor ezt is elfogadja, kérem készfelújtásra jelezni. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Harmadik napi rendi pontunk az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meg tárgyalása, újra tárgyalása helyesebben, ugyanis az alakuló ülés után és azt követően november 6-ai üléssel kapcsolatban ugye a melyik kormányhivatal törvényességi felületi főosztály törvényességi felhívással élt az akkor meghozott rendeletünkben, az a alpolgármester tiszteletdíjat 15%-ban meghatározott költségtérítésre is jogosult, és erről annak idején nem rendelkeztünk. Ez az önkormányzati törvény biztosítja az alpolgármester részére, és ugye sem az alapulésem, sem a költségtérítésnél nem rendelkeztünk róla, és még ami volt egy elírás, ugye, hogy én 15%-ot mondtam, és ugye 22.400 forint lenne, és ugye 15.000 forint lett a határozatba beírva. Tehát ez egy technikai módosítás csak. A költségtérítés pedig hát az jár az alpolgármesternek abban az esetben, hogyha igényt ad rá.
Jó, akkor maradjunk először. Mert a javításnál jó, mert azt igaz, mi írtunk el a jegyzőkönyv készítésénél. Semmi nem változik, csak éppen a jegyzőkönyv készítésénél helyen behatározott. 15%-a 15 ezer forint, és akkor, hogyha ezt az összeget, akkor újra megtárgyaljuk, hogy akkor a helyes összeg kell a határozatba, aki ezzel egyetért kér, készítésre jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület egy hangulag elfogadta, és akkor a másik pedig az alpolgármester tiszteletdíjának a arányában a költségtérítésnek a megállapítása, hogy nem tudom, hogy mit gondoltok erről. Hát én azt gondolom, hogy akkor ne tárgyaljuk, én ezt lemondanék erről a költségtérítésről. Tehát akkor a tiszteletdíjra tartalmazni a költségtérítés alkalmatán. Viszont is, ha olyan van, akkor mindig azt meg szoktuk beszélni, hogy akkor együtt megyünk át Bélapárfalvára, vagy valamit, tehát ezt úgy összehangoljuk, hogy akkor ne kerüljön ezt többletköltségbe, ha lehet, akkor a képviselőtársaimnak. Akkor aki azt így elfogadja, nem kell, akkor lemondott róla, akkor ezt nem kell elfogadni. Vagy egy nyilatkozatot aláírni, vagy lemondott róla. Akkor a következő az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletünk. Ugye ebbe egy előterjesztést készítettünk, amiben ugye tájékoztatásképpen ugye elolvastátok, akkor azt mondom, hogy a képviselői bizottsági tagoknak, a képviselő bizottsági elnököknek ránk ez ugye nem vonatkozik, mert is településeken csak egyfajta bizottság van, ugye ez a vagyonnyilatkozatot vizsgáló bizottság, de a városokban ugye külön bizottságok vannak, akik a testületi anyagot előbb megtárgyalják, és úgy kerül a képviselő testület elé. Természetbeni juttatás, tiszteletdíjat állapíthat meg a képviselő testület. Most nincs az, mint régen volt, hogy hatás, nincs határ, alsó határ sem, felső határ sem, annyit állapít, igen, határ a csillagoség, vagy a pince, vagy a padlás, igen. Tehát a törvény most már nem állapítja meg, azonban azt előírja, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait. Természetben juttatás képviselő testületi SMS-ben kell majd, hogy szabályozza, és legfeljebb 12 nap időtartamra csökkenthet is, ezt is majd szabályozza, vagy megvonhatja is. Melyiket nézem? Ja, a következőben van benne, igen, benne van a következő napirendi pontunk, hogy erről majd konkrétan tárgyalunk, tehát az azt jelenti, hogy amennyiben a képviselő nem tesz részt a kötelezettségeinek, akkor a tiszteletdíjat csökkentheti, vagy megvonhatja, tehát ez az elmúlt ciklusban is így volt, amennyiben hiányzott, akkor ugye százalékban csökkentésre került. Ezt majd az SMS-ünkben szabályozok, és akkor kérek javaslatokat a képviselő tiszteletdíjára. Hát a költségvetés számot ugye még nem látjátok. Ugye azt tudjuk, hogy siralmas lesz a költségvetésünk, azt tudjuk, hogy ugye a polgármesterekét azt megszigorították, nem már csak a felét adják, úgyhogy éppen néztem a vérjegyzéket, hogy én kevesebbet kapok, mint a közmunkáson dolgozik. Nem voltak el, amit? Hát az nem tovább, sokkal kevesebb, mint egy mint az a közmunkás, aki itt dolgozik. De hát szoktam mondani, vállaltam, csinálom, de ugye vannak polgármesterek, láttátok, akik már azt mondják, hogy ebből a jóból elég volt, mert a jóból is megállt a sok, nagyon jó szerencsére az, hogy csak nem vagyok ilyen dolgozókkal körülvéve, mert mint ahogy mondtam, ugye azt hiszem nektek beszámoltam, vagy nektek nem számoltam, hogy volt a minisztériumból ellenőrzés és a közmunkára, nektek még nem volt olyan ellenőrzés az elmúlt évben és az előtt évben is, és hát tényleg példaértékűnek minősítették a munkánkat, tényleg váratlanul jöttek, itt voltak a fiúk, dolgoztak, hát ugye tavaly már nem lehetett a járólapokat készíteni, mivel az átlag burkoltuk hivatalosan, de előző évben igen, hát tényleg ők is nagyon jól értékelték a munkát, nem azt mondom, hogy nincsenek hiányosságok, de hol nincsenek, de azért tudunk felmutatni eredményt a közmunkaprogram keretében, mert azért elég sok szép eredményt fel tudunk. A támfalat ugye megépítettük közmunkaprogramba, Arany János úti játok kiburkoltuk végig közmunkaprogramba, akkor azért a játszótéren is sok mindent a kis házon, amit majd Kondi helyiségnek, azon is azért már sok mindent megcsináltunk, még van rajta tennivaló, de megcsináltuk. Akkor ugye az almáskert a közmunkaprogramnak köszönhető, akkor ott is vízelvezető árkot rendeztünk már ebből az elmúlt év végén, most ugye nem, akkor ha látjátok, kifelé megyünk, az a csúnya vacillás, mindent azért szépen takarítunk kifelé. Én szerintem szebb lesz, mint a vasszívás volt. Sokkal átláthatóbb.
meg azért még a baleset is, mert azért ott az a nagykanyar, a nagyvasszívás azért ott csak beláthatóbb lesz. Még ha haladunk, akkor a mikrofag ellágazónál ott bal oldalt van az a vacilvás ott Eger felé, azt is ki kell takarítatnunk, mert akkor is belátható lesz, és azt folyamatosan rendezni kell, hogy ne nőjön fel, akkor a baleset veszély mégiscsak kevesebb lesz. Tehát azért én úgy érzem, hogy tudunk felmutatni munkát. Jó, már a munkahelyi központtal erre az évre egyeztettem, tehát azért szigorodnak, mert például olyan, hogy most ha a kondi helyiséget tovább folytatjuk, felújítjuk, meg de rendben tesszük, akkor már még olyat is kérnek, hogy erre az évre foglalkoztatási tervet, hogy milyen konti foglalkozások lesznek ott, csak abban az esetben adják meg a támogatást, a közmunkafoglalkoztatást. Tehát most tegnap egyeztettem Kecskés Zsuzsával. Ilyen szinten. Mezőgazdasági programra akkor adnak most támogatást, hogyha az elmúlt évihez még plusz valamit be tudunk vállalni. Tehát már amit az elmúlt évben csináltunk és azt vállalnák, arra már nem a támogatás. Plusz kell hozzá vállalni. Most az a szerencsénk, hogy Faragó Pista bácsi már nem műveli a földet, és azt a földet meg is próbáltuk már felszálltatni, de nem ment, mert elég vizes. És akkor ugye ezt szerződést kötöttünk a kistérséggel, ti még az előző ciklusban fogadtuk el, hogy itt a térségben pályáztak ilyen nemes bocca ültetvényre, és azt folyamatosan ápolni, gondozni kell, meg elültetni, és akkor az lenne az egyik mezőgazdasági programunk, a másik meg ugye majd ennek a másik a buszmegálló mögötti földterületnek a hasznosítása, és így pluszt vállalunk, de tehát a terményekről be kell számolni, képekkel, átvétellel, ismervényekkel, mindennel. Szeptember is lesz alkalmazva? Nem tudom, még az annyira még nem tudtam. Van benne az anyagban, amit kaptunk. Zsuzsa elküldte az e-mailt, tehát még nem olvastam, hogy hány főtől kell, vagy öt főtől kell-e már szakember, mert azt mondta, hogy ez is létszámhoz kötött lesz, tehát hogy hány főtől kell. De a nagyját, ahogy már átnéztem, tehát ilyen mélységig ennyire komolyan veszik a közmunkát, tehát most nagyon megszigorították. Egyébként nem tudom munkát adni az embereknek. Az meg, hogy plusz önerőből adjunk hozzá a támogatást, mondjuk 80%-át adja 20-at hozzá, az nem megy, mert az annyira. Hát elmondanám, hogy itt számoltuk most a saját bevételünkön kívül, ami ugye az adóbevétel, és az azért elég bizonytalan, arra azért a kommunális adó nagy része ugye elmegy majd a szemétszállításra. Itt, ahogy számoltuk, összesen a Hunosbér önkormányzat költségvetése, amit normatívát kapunk az államtól, 12 millió 900 ezer forint. Hát egy települési bevétel, azt jelenti, hogy havi 1 millió forint, és ebből a településen mindent meg kell tudni oldani. A közvilágítást, a szemétszállítást, a fűnyírást, a közutak fenntartását, mindent. Segélyezésre kaptunk, szociális feladatokra 1 millió 417 ezer forintot, ebben benne van már most, költjük mindjárt küzifát, az is ott tartozik, annak a fuvardíja, tehát minden, akkor még hogy a szociálisból megy majd a kommunális adó kiegészítése, a szemétszállítása, tehát nagyon kell ahhoz gazdálkodni, hogy körülbelül úgy, mint otthon, amíg előbb van, hogy kijöjjünk év végére. De hát na mindegy, még mindig volt valahogy, reméljük ez az év is lesz valahogy, mindig valamilyen formában túléltük, de hát én nem gondolnám, hogy a képviselőnek, tehát azért csak teszik a munkájukat, végzik a munkájukat, és én tényleg örülök neki, hogy az ülések is határozatképes, meg minden, tehát azért ez nagy dolog számomra, hogy elértük már most. Úgyhogy nem tudom, javaslatokat majd, vagy gondolkoztak, tehát a február ülésen fogjuk elfogadni konkrétan a 11. ülésre van betervezve. Tehát, hogy mit gondoltok, mennyit gondoltok? Mennyi volt ez így? Nem tudom, hogy melyik ez. 20 000 forint. Mindig bruttó, hogyha sosem beszélünk, az mindenkinek más a nettója, olyan, mint a fizetés. Bruttó 20 000 forint volt a képviselő tiszteleti. És ez tisztán mennyi volt? 17 000 forint. Hát kinek mit kell levonni, azért az attól, hogy ki hogy nyilatkozik. Hát 16% adó, még az egy évben a végük is terjedik. De hát a 20 000 forint azt jelenti, hogy ez még nem annyi az önkormányzatnak költségként, hanem arra, hogy a 24 százalékot, hogy a 24 százalékot, igen.
Hát azért úgy gondolom, mondjatok valami számokat, hogy azért csak próbálunk számolni, és akkor utána beszélünk róla, hogy... Igen. Ezzel számít minden nemű jövedelembe. Igen, hát az a megoldásom minden. Akkor már én kezdem, hogy... Hát én magam részéről, én itt le is írtam, hogy hát eléggé szoros a költségvetésünk. Én úgy gondoltam, hogy azért mégis, hogy legyen valami, hát az előző ciklust azt lehet, hogy nem tudjuk elérni, de én 15-et gondoltam. Más javaslat. Mondjátok ti is valamit. Következő ülésre már elfogadjuk a konkrétat, tehát akkor már a terjesztést hozunk ide. Van ez megfelelően. 20 000 forintot jelent körülbelül most. Ez az átalékkal. Igen. Ez nekünk is szerintem az elfogadható. Tehát úgy, hogy akkor a hivatalnak vagy nekünk az önkormányzatnak jelentkezett fejénként. Tehát ez 60 000 forint. 720 egyébként. Jó, számolunk vele. Van-e nektek esetleg más valami javaslatokat? Hát minden, tehát az önkormányzat szférában minden csökkent, tehát azért mondjuk meg őszintén nehéz időket élnek meg velünk, az biztos. Nincs, sem, nem gondoltak semmit, de mit gondoltatok, hogy? Hát nem tudom, hogy a bélapáti tiszteletdíjak is, hát azok csinálják, hogy nem mondom, hogy csak. Nincsenek még megállapítva. Nincs. Sem az Szent Mártonban sincs. Hát azt már hagyjuk ott, ahogy. Tavaly év az más volt, az, tehát nem lehet összehasonlítani, láthatok. Még Szent Mártonban sincs. Mások a számunk. Tehát minden, tehát már erre a településre törnek is, a kicsiknek felére csökkent, a városinak nem, de a városinak is csökkent arányaiba. De nem sok volt délapáton, 22-23 volt eddig. Mm-hmm. Bizottsági tagsággal, még bizottsági elnökséggel. Igen. Úgy csak délapáton ugye minden anyagot kétszer tárgyal. Tehát részt vesz minden képviselő egy bizottságülésen, meg részt vesz a képviselőtestületülésen, mert ugye a pénzügyi dolgokat a pénzügyi bizottság tárgyalja, másokat pedig mostanában a szociális, kulturális, turisztikai, kulturális és szociális bizottság, és akkor tehát kettő tárgyal, és ugye az ülésre már úgy kerül az anyag, hogy a bizottság elnöke beszél, a képviselők az anyagot. Ugye kis településeken bizottságokat nem kötelező, csak ezt az egyet, ezt a Magyar Nyilatkozatot Vizsgáló Bizottságot működtetni, nincs is értelme annak, hogy most itt még üljünk le külön és tárgyaljuk át, hisz előtte már akkor, ha olyan van, amit kiküldünk anyagot, és úgy gondoljátok, hogy nem értitek, szóltok, feljöttök, megbeszéljük, átbeszéljük ahhoz, vagy telefonon is, vagy bármi, egyeztetjük, és akkor itt már akkor tényleg konkrétan megbeszéljük, megtárgyaljuk, és akkor tudunk is róla dönteni. Hát egy ilyen kis 400 fős településen ennek nincs is értelme működnie. De a költségvetés, az állami támogatáson azt számoltam 20-szorosa ennek, vagy több mint 20-szorosa. A saját bevételékkel együtt is a költségvetés is 10-szer sem biztos. Igen. Hát na, számolunk, és akkor meg látjuk. Hát amennyire ki lehet szeríteni, akkor ez, ha nem, akkor nem. Nem nézünk. Nem egy
Jó, hát erről most még nem kell dönteni, mert ugye ez még most csak javaslati szinten volt, akkor a következő önkormányzat képviselő testületnek szervezeti működési szabályzatának a módosítása. Itt arról van szó, hogy annak idején, hogy az önkormányzat az ZRV-től tulajdonosi részvényt vásárolt, és ennek alapján is annak egyértékűben tulajdonosai lettünk az ZRV-nek. A közgyűlési hatáskörében tartozó ügyekben nekünk is döntési jogunk van, és el kell fogadni. És akkor ugye itt arról van szó, hogy felhatalmaztok arra, hogy a döntésekben részt vegyek, és utólag beszámolok a testületnek a döntés, az új döntésekkel. Mert ugye ezt nem sokkal azonnal kell. Hát az e-mailbe küldik, és igen, akkor azonnal a módosításokon ezt az élet hozza. Azonnal a dolgokról van szó, de mennyi kell. Nem tudom, lenne összehívni mindig egy ülés. Hát azt nem is lehetne az ERV-ZRT-nek, hogy mekkora a hozzás között a terméke. Ezt így elfogadjátok? Igen. Kérem készfeljutásra. Köszönöm, megállapodtam, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. És akkor az ötös napirendi pontot átugornánk, és akkor az egyéb ügyek indítványokkal folytatnánk. Először is van itt egy kérelem, amit kiosztanék mindenkinek. Itt arról van szó, hogy Orbán Krisztina tárgyületeket vásárolt nálunk Hónosbérbe, a Szabadság utcában, a Ferenc Péter féle területről van szó, ott a Domboség feletti területről van szó, és itt ha megnézitek, akkor neki négy helyrajzi számon van ingatlan, mert annak idején ez ugyan egy terület volt az eredeti tulajdonossé, de ugye ahogy ezt eladták annak idején, azokat a telkeket meg az épületet is megosztották, ugye és négy tulajdonosé volt, most négy tulajdonostől megvásárolta a 44/1, 44/2, 44/3 és 44/4-es helyrajzi számú területeket. Na most, ahogy jön a Petőfi utca lefelé, a Petőfi utca ugye bekanyarodik az ő területéhez, ezt a Tompos Józsi házunknál, igen, az arról beszélünk, igen, és most pillanatnyilag is ott van a kerítés, ahol még feketén van a vonal, eddig van a kerítés, ott a zöldig. Most ez a terület viszont még a Petőfi Sándor utca része. Annak idején addig ment be, hogy a lakóháza az első kettő innen lehetett megközelíteni, a végét pedig ugye a másik oldalon a Szabadság utcáról lehetett megközelíteni. Most már a rendezési tervünk, amikor készült, akkor már eleve úgy készítettük, hogy azt a kis részt már itt kivettük belőle, tehát a rendezési tervünk most arról szól, hogy itt feketével vannak jelölve azok, amik önkormányzati tulajdonok, tehát ez már itt ki van véve belőle, nincs is jelölve, még nincs is értelme, hogy ott legyen. Most ő azt szeretné az egész területet összevonatni, hogy egy helyrajzi számon legyen, de ahhoz, hogy összevonassa, ahhoz ezt a területet neki meg kell vásárolnia. De ahhoz, hogy megvásárolja, nekünk ezt a területet itt a Szabadság utat, vagy a Petőfi utat meg kell osztatni, mert hogy ez az útnak a része, ahhoz kell a közútkezelő hozzájárulása, hogy megosztásra kerüljön, és hogyha megosztottuk, akkor kap egy még egy plusz helyrajzi számot, és egy önálló helyrajzi számmal fog rendelkezni, akkor tudjuk majd eladni esetleg a Orbán Krisztinának a kérelmezőnek. Most ahhoz, hogy én a megosztást elindítsam, ezt tegnap egyeztettük a főépítéssel is, tehát ennek úgy akadálya nincs, de ezt a 75-ös helyrajzi számú Szabadságúti útból ki kell venni, és akkor ez egy önálló helyrajzi számú terület lesz, és miután megkap kivett terület lesz az önálló helyrajzi számmal, akkor foglalkozhat vele a képviselő testület, még egyszer ezt a területet eladja a kérelmezőnek. Pillanatnyilag is itt van a kapu, ahol most van a fekete vonal, de ennek ez a eljárási menete, és akkor ehhez kérem a hozzájárulását a testületnek, hogy ezt a megosztást akkor elindíthassuk, és akkor utána még újra visszakerül majd, amikor ez a megosztási eljárás megfolytatódik, hogy a önálló helyrajzi számmal akkor majd értékesítésre kerül. Most ezt én gondolkodtam, hogy ez hol van, de az a kert, amit kaszálnak kertet. Itt van a Mariska néni házuk volt annak idején, emlékszel rá.
ahol lakott, egy pesti lakott itt, itt a Hódmezővásár helyeket, aki Mariskaréni lakott, és akkor ez az út azért vezetett ide, hogy a Hódmezővásár helyekbe tudjanak menni, meg mind a Mariskarén is be tudjon menni, ugye annak így úgy osztották meg, a pesti pedig ő innen tudott bemenni a tóba eddig. És ő már most mindenkit megvett, és akkor ez neki itt lenne egy önálló, egy helyre az számra, ő is össze akarja vonatni, annak is megvan a maga eljárási rendje, de hát ennek itt nincs is értelme valóban, és akkor meg hát ezt a két területet nem tudja összevonatni, mert nincs mivel összekapcsolni. Nem nincs mi összevonni, csak akkor, hogyha ezt ő megvette. Hát ő is, neki is vannak további tervei, ugye az ingatlan hasznosítással, ahhoz viszont neki is ezeket az összevonásokat rendeznie kell. Ehhez viszont nekünk el kell járni, nekem a földhivatalnál, ugye ezt a megosztást meg kell rendelni, ezt elvégzik, aztán annak díja van, aztán utána pedig, ha meg a hozzájárulás kerül, az út területéből kivegyük, és utána akkor tudunk az értékesítésről beszélni. Ezt így egy első lépést, akkor ez mehet. Jó. Akkor egyéb ügyek kidipálni, ugye már a polgármester úr jelezte a rendezvényeket. Hát én azért készültem vele, mert hogy a következő ülés az már 11-én, vagy jól emlékszem, igaz? És akkor már mindjárt ott a farsan 14-én, tehát 3 napig lenne ahhoz, hogy megszervezzük. És akkor hát a rendezvényeket én azért próbálnám, akármilyen szűkös is a keretünk, hát majd pályázatokat is keresünk, meg nem muszáj akkor a bulikat csapni, hanem szerint körülmények között is lehet jó hangulatú rendezvényeket megszervezni, tehát nem sokszor nem pénz kérdése, hanem szervezés, meg hozzáállás, meg hangulat kérdése. Hogy a farsangi bárunkat február 14-én tartanánk, az egy szombat, akkor van farsang szombat egyébként, és akkor én úgy gondolnám, hogy úgy kellene megszerveznünk, hogy akkor lenne a gyerekeknek ugye a jelmezbemutató az elején, és akkor azt mondjuk, hogy 8 órától pedig felnőtt bál. Tehát nem úgy szerveznék meg, hogy farsangi batyus bált szervezünk, igaz, mert akkor abban a gyerekek, akkor az megtévesztük, hanem azt mondjuk, hogy délután 4 órától 8 óráig a gyerekek részére farsangi bál, 8 órától pedig a felnőttek részére batyus bál. Én úgy gondolom, már a fiatalok részéről nem probléma, hogy kiszervezi meg a fiatalokat, hogy eljöjjenek a rendezvényre, nem akarok már újra mutogatni, de már van fiatal képviselőtársunk. És akkor ilyen formában, ugye a gyermek otthonnal a gyerekekét közösen, a felnőtteket pedig, hát aki akar, mindenki eljöhet. Március 15-e az, már meglátjuk 14-én, én szombaton gondoltam volna, hogy akkor mindig van ünnepi mise a hősi halottakért, és akkor azt itt tartanánk, akkor 15-e vasárnap, de akkor azzal elemünk tudva, mert tudjuk nagyon jó, hogy ilyen alkalmakra is azért az idősebbek akkor jönnek szívesebben. Igen, igen. És akkor most nem volt a kultúra napja, mert ugye január olyan rövid volt, és akkor április 11-e ez a költészet napja, és akkor erre mennénk, és ezt meg olyan formában próbálnánk egész, tehát úgy megszervezni, hogy a költségvetésünk függvényében, amit láttátok, milyen a költségvetésünk, hogy milyen lesz, hogy egy évben 3 alkalommal van lehetőség arra, hogy a megyei könyvtártól igénybe vegyünk mesemondókat, vagy valamilyen foglalkozást, vezetőket, miután mi a megyei könyvtárral vagyunk megállapodásban, és akkor oda lehívnánk egy mesemondót, vagy velük közösen szerveznénk meg, és hát itt még sok díjak vannak, amik itt maradtak még a rendezvényekről, ugye vásároltunk, és azok kerültek ki, 11, és ez egy szombati nap, meg Patrícia is hagyott itt évvégén, azokat szoltíroztuk, szép kis püspirituál figurák, minden vadonatújak, azok díjaként ugye a gyerekeket csak az érdekli. A május 17 az búcsú, az vasárnap, az ugye adott. Akkor június 13 lenne a családi nap, szombat. Na most egyeztettem a két vállalkozóval, a Somogyúval és a sajtos vállalkozóval, meg a szalámissal, és ebbe társulnának ők is, tehát közösen kerülne megrendezésre, és ők külön akkor rendezvényt csak egyet akarnak, amit szeretnének.
ezt akkor együtt. Augusztus 20-a ünnepség, az 20-a, hát majd nem tudom, az 20-a, de ugye pont hétközi nap, azt majd látjuk, hogy hogy a 20-át, azért nem szeretem 20-án tartani, mert akkor ugye mikor fogalmal érdekeltek vagyunk, és akkor mindig jobb lenne, vagy előtte, vagy szombaton megtartanánk, és akkor egy kenyér szentelővel, meg akkor, akkor jobban eljönnek egy, a vendégségbe, ugye akármikor falviak is szívesen eljönnek, de 20-án nem jöhetnek, mert az náluk ünnep, tehát ezt még úgy kérdőjelesen tettem, hogy melyik napon lenne. Akkor augusztus 29, ez a nyílt gasztronómiai nap, amit a vállalkozók szerveznek, ugye a vállalkozók saját területükön. Sándor Tamás a sajtos vállalkozó, és Somogyi Sándor a szalámis vállalkozó, és akkor ebbe bennünket ugye olyan részről érjük, hogy akkor általában az asszonyok elhívják őket fellépni, meg a település lakó is részt vehetnek. Akkor szeptember 26-27 ez a Batúr Fesztivál, és akkor október 8 a nyugdíjas találkozó, október 6 az idősek világnapja, és akkor ott az elején azért jó szerintem, mert akkor még jó idő van. Ugye most ez az év, az elmúlt év az 8, az elmúlt év az azért volt kivétel, ugye az önkormányzati választás miatt az csúszott. És akkor hát december 5-e Mikulás, és akkor december 28 vagy 12 egy adventi gyertyagyújtás, de azt is így, mint az elmúlt évben is volt, hogy a gyerekek készülnek, meg itt sütnek a lányok mézes kalácsot, mert az nem kerül pénzbe, és akkor tényleg ez csak vagy 28 az első vasárnapja, de utána meg már ott van december 5 mindjárt Mikulás a következő rendezvényre, vagy december 12 az meg már a harmadik vasárnapja, vagy igen, második vasárnapja, vagy harmadik, tehát majd meglátjuk, hogy azt még majd egyszerűen közelebb. Azért nem volt az első most, mert ugye közben volt az, később volt a nyugdíjas találkozó is minden. És akkor meglátjuk, ha lesz pályázati lehetőség, azért én csak keresem, még mert a Batúr Fesztiválra is sikerült pályázni, ha olyat látok valamit, akkor megpróbálok mindent megragadni, hogy egy kis pénzhez jutnánk, mert mondom, ezekre a családnapra is megpróbálok akkor a könyvtárral együtt a gyerek előadást, tehát mert háromszor kérhetünk ingyenes előadást, a családi napon is így voltak a Batúr Fesztiválon voltak a könyvtárból Baráth Zoliék, könyvtáron keresztül szereztem őket. Ennyi lenne a rendezvények, szerintem hogy bőven elég. És hát számítanánk itt ugye most már a képviselőtestület tagjaira, a nyugdíjas klubosok, ugye a fiatalokat összefogjuk, és akkor... Hát persze, nekik ugye eleve, ha egy rendezvényt megszervezünk, a rendezvény rendjét, aki szervezi, annak kell biztosítani, és azt felel a rendjét, és ahhoz viszont kell a polgárőröknek a segítsége. Egyéb ugye kiindítványokban még én szeretném elmondani, hogy a Kossuth úton ugye volt szó tavaly a két fenyőfáról, amit ki kellett vágni, amit ki is lett vágva. Én megkerestem Kovács Józsefet, az Agrias Spec mentőseket, ők kivágták ajándékba térítésmentesen a településnek, amit ezután is szeretnék nekik megköszönni, és akkor ugye karácsony előtt, és olyan formában, hogy abból meg lett a templomba karácsonyfánk, tehát az biztosítva, vigyáztak, hogy a tetején ne törjön le, hogy ne sérüljön, és ezt karácsonyi ajándékként vágták ki településnek, meg a templomnak. Köszönjük. Ezután is köszönjük szépen nekik. Még nekem lenne egyéb ügyekben. Tudjátok, hogy ugye a közelmúltban a trafikba betörtek, be akartak törni. Betörtek, de mégsem sikerült elvinni, tehát ugye szerencse volt, mert ugye az ajtó van hátra a vasút felé a trafik az épületből, ugye előtte azért már akik erre készültek, azért jártak bevásárolni, egy ilyen energiaital körbenéztek, most már kiderült, és az ajtót felfeszítették, és aztán ugye kifigyelték, és a közfalat kezdték kibontani, amit szépen ki is bontottak, csak ott volt egy vízvezeték cső, amire nem számítottak a falba, és az időt vett nekik igénybe, amíg még azt ott eltörik, elvágják. Ezzel a szomszédok meghallották éjszaka, hogy zaj van, és hívták a rendőrséget, és éppen tetten érték őket. Tehát nem sikerült elvinni semmit. Na most, annak idején tudjátok, hogy ez az épület, ez a régi szennyvíz tisztító telep volt. Na most szerencsétlenül helyen is van az az épület olyan téren, hogy
valami szennyvíztisztító telep volt, hogy a szennyvíztisztító műnek az a része, ahol leengedték a szennyvizet, egy SK25-ös tisztító berendezésre egy ilyen nagy tartályban letéve, abban ment be a szennyvíz, hát ez kicsi volt, mert csak a gyerek otthonnak volt az a tisztító, amit annak idején megépítve, és akkor ott kiáll a földből, és abban vas van a földben, ahogy nem egy lépcső, minden vas van. Most a saját erőbe megsemmisíteni az fizikailag képtelenség közmunkába, és azt én nem vállalnám, mert ugye a szabályokat is be kell tartani, a balesetmentes munkát is biztosítani kell, meg hát az gépi erőkkel, meg olyan vágóeszközök, amivel a vasat ugye le tudják vágni, és akkor azt a földet onnan el kellene takarítani, és egy placot le kialakítani ott az épület előtt, hogy igenis akkor az útról látható ugye az épület maga, belátható, meg ott akkor egy nyáron egy olyan teraszt lehet kialakítani, ahol le lehet ülni, napernyőkkel, most itt oldal volt az a kis rész, és én az javaslatom lenne, hogy ezt megbeszélném vállalkozóval, Berecékkel, neki van gépe, neki vannak ugye vágóeszközei, minden, amivel föl, és ha úgy meg tudnánk egyezni, hogy ami abból kijön vas, azt ő eladja, és azért rendezi nekünk a területet. Tehát nem kerülne semennyibe, amennyi, ha haszna van rajta, haszna, ha nincs, tehát akkor láthatatlanban megegyezünk, ha többet kapott vasba, tehát nem kapott többet, mert eleve már ugye 6-7000 forint egy óra munkadíja a gépnek, de az azt jelenti, hogy amikor a telepről elindult, azt is fizetni kell, és ott ugye a földet el kell hordani, azt ki kell vágni, azt ki kell emelni, azt el kell planírozni, hogy akkor oldalra rakja, akkor kiemeli a tartályt, akkor utána azt vissza kell tölteni, ott a kerítést lebontani, mindent, tehát az nem kis munka, jó, abban mondjuk tudunk segíteni, hogy ilyen formában akkor ezt a területet rendeznénk. Bármilyen célra hasznosítjuk azt az épületet, szennyvíztisztító már soha nem lesz, az biztos, mert eleve az már nem lesz, de akkor mégis lesz előtte egy terület, egy rendezett terület, és bármilyen célra annak úgy van értelme. Az épület is romlik, az állaga, mert ugye a víz lefelé megy az épületbe, mert egy nagy dombot van előtte, beláthatatlan, és ha esetleg a trafik azt mondja, hogy nem gazdaságos üzemeltetni, bárkinek lehet, hogy lesz benne fantáziája, de akkor biztos, hogy szívesebben bérbe veszi, hogyha ott az útról belátható, le tud állni, esetleg meg tud inni egy kávét, vagy bármit, vagy ehhez mit szóltak. Ugye ezt így, ezt a területet így lerendeznék. Mert azt, hogy saját, tehát eleve azt megszervezni, meg azzal a munkadíj, akkor a vasat bevinni, hát beszállt, az kézi erővel nem lehet, géppel megfizetni megint az lehet, hogy még az a tartály valamire jó is, hát hogy nekünk nem kell, az biztos, hogy hova tennénk. Ha eltennénk, akkor lehet, hogy azért azzal csak megbírkoznának az illetékesek. Elvigyék. Úgyhogy biztos el tudnák vinni. Úgy, ahogy a trafikba is bevettek. Négy zsákot találtak ott, négy zsák volt elkészítve, annyiba akarták elvinni az árut, szinte ebben is fél volna négy zsákba. És még az, hogy a két tuját azt viszont onnan ki kellene vágni, azt kérik a rendőrök, ami ott van a patakpart felül is, meg a másikat is, és az egyik betörő a tujába volt úgy beállva, hogy hosszú ideig tartott, még megkeresték. A tuja közé, a törzséhez volt beállva. És ők is mondták, hogy ha lehetséges, tudják, hogy fát nem jó kivágni, de tehát el tud bújni, meg úgy árnyékol, tehát más esetben is inkább valami más dísznövény ültessük. Hát annak úgy nincs értelme, hogy már csúnya. Akkor inkább egy valami bokrot ültetünk, egy kisebb bokrokat körbe, amiben jó szúrós püspéset, amit nem lehet benne. Vannak ez a szép piros virágú, aminek olyan szúrós a parkóba szokták ezt ilyen bokrot alakítják. Ott inékelőt előtt van. És ilyen szép kis tüskéje van. Még a mózes bokor is jó különben, mert az is alakítható, és annak is ilyen szép nagy tüskéje van, nem lesz elebújni. Hogy nekem ez lenne a javaslatom, hogy ezt így csináljuk meg. Jó. Akkor ezt így elfogadjuk. Nem kell róla határozni, de hogy akkor ezzel egyetértünk. Ő kell minden kapcsolatot akkor. Egyéb ugye kindítványok, tiétek a szó. Nekem ennyi volt. Nincs. Akkor a további ott van zárt ülést elnyeget.